27. Még egész sötét volt, a városkocsija már ott állott a ház előtt. A főügyész nyugodtan felment a házába, levetkezett, hideg vízben lezuhanyozta magát, felöltözött, s a amit már tegnap előkészített, levitette a hajdúval, s a két csövű Lancastert választotta ki. A felesége álmosan kiszólott a másik szobából. Vigyázzon az egészségére, kedves! Ő egy pillantást vetett a nagy tükörbe, bólintott, s ment. Isten kedves! Szólt mégis visszahangosabban, de erre már nem kapott választ. A hajdal gyögyörű volt, már keleten hasadt a vörösség s ahogy a városból kiért, tündéries szídekbe villogott elő az alföldi csodálatos víradat. Olyan égő és tomboló szídek, hogy az ember lelke hasadt. A telekit el megállott, s felvette a kocsiba megbeszélés szerint a városi mérnököt, aki nagyon mulatságos fiú volt, s ő, aki elfből nem mosolygott, ezt szívesen elnézte ahogy goromba tréfákat csinált. Nemigeb beszéltek. Még aludt a szemük s a testük. A többiek vonaton mentek ki a pusztáig, de ő inkább a kocsit választotta, mert szerette néha az erős trapákat. Pedig hat hét órát kellett menni a kocsin, hogy kiérjenek a pusztára. A városnak volt egy óriási pusztája a Beretyó és Körös közt. Valamikor századokkal ezelőtt egy elpusztított falu oda menekült hozzájuk, és akkor a város a polgárságot fogadta, és az egész régi határukat a saját számára foglalta el. Volt erről elég írás, a törököktől is, a császártól is, de arról sehol betű sem maradt, hogy a bebelekültek mindenestül cseléd lettek a nagy alföldi városban. Kivéve az akkori főügyészt, na, annak volt esze. A főügyész erős, keménykötésű ember volt. Bírta a szekérázást, mert nem tréfa ám fél napot ülésben tölteni. Nem volt guztusa se ételre, se pihenésre megropogtatta a derekát egyszer-egyszer, és jót húzott a bérnök kis hadibutykosából. Gyönyörű volt a reggel, a délelőtt. Nem volt nagy beleg. A vadászköcét kigombolták, s nagyokat lélegzettek. Vasutat építeni a pusztán keresztül. A város érdekeit megvédeni. Ezek ők. Mikor kiértek a roppant zöld tengerre a dókai tanyákhoz, azért mégis ideje volt, az ember elunja még a kocsiban ülést is. Már az egész társaság megjött. A vonat már kilenc órakor megérkezett a távoli puszta szélbe, és nyílt pályán megállott, és a vendégek ott szállottak ki, ahol a fogatok várták őket. Egy nagy pusztai község is érdekelve volt, mert eddig 27 kilométerre volt a legközelebbi vasúti megálló, és most rajtuk keresztül kell menni a vasútvonalnak. Hát éppen abban főt a fejük, hogy azt kérjék, ne vágja keresztül a falut a vasút, hanem, hiszen elfér a pusztán, kerüljön annyit, hogy ne a piacon füstöljön a masina a pusztának egy jókora darabját a hercog bérlőtársaság bírta, húsz esztendős bérlettel, és ennek volt tulajdonképpen az érdeke a vasút, mert nem volt rentábilis a gazdálkodás. Most hát a várossal megcsináltatják a vasutat. Azonban nagy baj, hogy a pusztai tanyák úgy feküsznek, hogyha arra irányítják a vonatot, akkor sem a puszta, sem a túlsó parti falu nem nyer semmit. <kül> a főügyész az egész úton egy szót sem szólott a vasútról. Folyton csak a vadászatról beszéltek. Ég kacsát lőtt a fia a múlt héten, s utazott fel, hogy kitöbesse, s már egy hete ott lumpol a gyerek. De a kacsa pecsénye mondta a bérnök, s mindketten nevettek. A bérlők barakokat állítottak fel, azok zöld lobbal voltak díszítve, s a hosszú asztalokon számtalan boros parasz volt már felállítva. Nagy üstökben főtt a birkatokány, s a balac pörkölt. Kinek mire van gusztusa? Pásztorok főzték, nem holmi vászoncseléd, hanem öreg, számadó gulyások, akik ő felségének is főztek valaha, mikor idekint volt a dókát. Tizenegyig a társaság elgyönyörködött a csodás pusztában. Voltak vagy hatvanan, nyolcvadan összesen, mert itt voltak az építő vasút társaság kiküldöttei, az államvasútak, a pénzügyminiszter, a földművelési minisztérium emberei, a megyének, a városnak, a falvaknak a képviselői, az útmesterek, és az Isten tudná még kicsodák s De legnagyobb részük városba fulladt kis hivatalnok ember, akik most legelni tudnának a gyönyörű tavaszi pusztán. Megvannak szédülve, csak néznek, státongadak a roppant ég alatt, a riadó nagy szabadban. Mind az apja, az ős apja emlékeivel néz. Azoknak a magával hozott régi emlékezéseit kavarja fel gyerekkora porából, aki még valahonnan innet jött. Mindnek falusi volt apja, vagy nagyapja, vagy ősapja. S a minisztériumnak szláv és sváb kiküldöttei savó szemmel falták a csodálatos, az érthetetlen képet, a pusztai pusztaságot. No, és aztán egyszer csak kongattak az asztalhoz. A sátorok hamarságosan megteltek. Úgy rohant ott mindenki a tányéroknak, mint a malacok ez a hajnali felkelés, ez a délelőtti koplalás, mert bizony senki nem hozott magával enni valót, Itt pedig meghalhattak volna. Aki legelni nem tud, az bizony nem rendelhet tíz órait a dél és a gulyánál. S micsoda birkatokáj volt? Piros és ikrás, olyan íze, mert az semmiféle szakács meg nem tudja adni, ahogy a juhász. S az a jó kis könnyű bor, olyan zöldes sárga, s tiszta, mint az üveg, s csúszós. Egy órai evés után már szédült volt mindenki, s a bort muszáj volt indirá. Ki gondolt itt helyszínjárásra? Előbb a várakozástól, most az italbéli máboroskodástól senkinek kedve nem volt gyalogolni, de még kocsizni sem. Úgy két óra végre az építető vasúttársaság emberei felvetették a kérdést, s ötten-hatan összeültek egy külön kis sarokba a hosszú asztal felső végén, és kezdték kiteríteni az aktákat. – Micsoda ez itten? – kérdezte az államvasutak mérnöke, s a térképen rámutat egy nagy kerek foltra. – Tóka! – mondta, s olvasta le. – Tóka! Erre nagy csönd lett. Az urak merev arccal néztek maguk elé. Most következett a párbaj. A főügyész értette. A polgármester, a súnyi, minden hájjal megkent ravasz róka, azzal a csizmadia fogással próbálkozik, hogy a régi német katonai térképet küldte ki, ahol a dóka határrész tévesen tókának van írva. Mindenki várt. Várták, hogy ő egy szóval eloszlatja-e a tévedést. De ő nem szólt. Tovább gondolt a jövő évi választásra. Játszva lehet lelőni az öreget. Hogy a főügyész hallgatott, a bérnök fölélegzett. <laughs> nem, Tóka, azt kérlek alázattal, mondta röhögve, hanem egy. Kétezer holdas, tó! A főügyész szeme meg se billent. Zseniálisnak találta ezt a marha ötletet. Víz, mondta az állami főmérnök. Akkor tényleg nem lehet a falu felé vinni a vasútvonalat. A főügyész csöndesen fütyűrészni kezdett, s az ágasról leakasztotta a puskáját kézben vitte, mint a katona, csak kint a szabadba vetette a vállára. A vadászkalapja mellett egy kis szárcsa szárnyacska volt, szemébe húzta begyárosan. – Hová megy, sőgyész úr? – kérdezte valaki. – Kacsázni – mondta. – Merre? – Ide a tókára s mosolyogva nézett a szép távolba. Ebbe a kacsába beledöglik a polgármester, csak hat kopasszák.